a dolognak, hogy a számokkal való azonosítás még mindig nem tökéletes. Igazság szerint lehetne ezt egy kicsit jobban hangolni, lehetne jobban automatizálni. Hát ezt fogalmaztam én így, hogy nem igazán jó a függőségkezelés. Ma a Linux világban a System 5-ban használt, a System 5 initet használó környezetben már létezik valódi függőségkezelés, legfeljebb azt nem nagyon szokták használni. Ezzel azt kell érteni, hogy előfordulhat, hogy a terjesztés összeállítói tényleg megcsinálják mindazokat, amik a valós függőségkezelés lehetővé teszik, de a mindenféle ilyen third party alkalmazásoknál már sok esetben ezzel nem törődnek. Ami annyit jelent, hogy a számsorrend helyett az lenne az ideális, ha én tényleg azt tudnám mondani, hogy bocs, előbb felhúzzuk a hálózatot, utána, ha a hálózat már működik, akkor az, meg az, meg az, meg az. Tulajdonképpen tök mindegy, hogy milyen sorrendben fut, tényleg tök mindegy, akár számsorrend is lehet. De ha az ott nem fut, akkor azt nem szabad elindítani. Nem azért, mert a számsorrend, hanem mert olyan szolgáltatást igényel, ami az ő elindulásához szükséges. Ha az nincs, akkor ne induljon el. Na most ezeknek a függőségkezeléseknek a tipikus megvalósítása az, hogy ezekben a shell scriptekben ilyen mindenféle kriptikus, titokzatos megjegyzéseket kell írni. És ha egy megjegyzés úgy néz ki, hogy 3 kettős kereszt, 2 szó köz, 1 tabulátor, required 2.izé, akkor ez akkor fog működni, hogyha lesz valahol egy másik script, amiben meg azt mondják, hogy én meg nyújtom ugyanezt az izét, és majd a futtató környezet fölismeri, hogy ho-ho-ho-ho, hiába a számsorrend, mert itt a függőség miatt előbb kell elindítani ezt, mint azt, aki őt igény. Mint mondtam, a valós probléma, hogy ez elvileg bele van építve, a gyakorlatban viszont kevéssé használják. Azaz tartják magukat ahhoz, hogy a függőség egyszer abból áll, hogy sorrend. Szimpla ABC vagy számsorrend, tehát ha én rossz sorrendben állítom be, akkor egyszerűen bizonyos dolgok nem fognak működni. Tovább megyek, egyébként van olyan probléma is, hogy ez az egész skriptelés csak annyit tesz lehetővé, hogy én elindítani megfelelő sorrendbe indítsam el. Egyáltalán nem biztos, hogy elindítom a 15-öst, majd lépek hozzá a 16-osra, aki ténylegesen igényli a 15-ösnek a szolgáltatását, de még lehet, hogy a 15-ös még nem tartott, hogy ő ezt a szolgáltatást nyújtja. Akkor mi van? Pontosan, a skriptelésben egy csomó trükk van ilyesmire. Ezeket a trükköket, ha alkalmazzák, akkor ezek a problémák mondjuk jóval kevésbé fordulnak elő. A valós probléma ugyanaz, amit az előbb mondtam, de kevesen értenek jól a szkripteléshez, és főleg a third party alkalmazásoknál bizony rendszeresen belefutunk abba. Nem értett hozzá, nem jól csinálta meg, nem használta a trükköt, vagy rosszabb esetben a trükk, amit valaki megcsinált, az nem jól van implementálva. Emiatt aztán, hát mondjuk úgy, hogy nem tökéletes. Természetszerűleg azért vannak a felügyelő szoftverek, hogy a kritikus erőforrásokat figyeljék, és ők majd szólnak, ha elhalálozik egy szoftver, amit az init nem vesz észre. Nyilván az ideális az lenne, hogyha nem halálozna el, vagy ha elhalálozna az init észrevenni, de jelenleg nem így működik. Vagy erre van az, hogy hát végülis a rendszergazda azért rendszergazda, mert az egyik feladata az, hogy megcsináljon olyat, ami ez a többi nem ért, a másik feladata az, hogy folyamatosan monitorozza a rendszert. Az, hogy ő ezt a 2 szemével végzi, vagy szoftvert ír rá, az már magánügy. Azaz, nem azt mondom, hogy a System 5 init rossz. Azt mondom, hogy a System 5 initnek vannak ismert problémái, és ismert problémáinak egy jó részéhez vannak a problémák megkerülésére alkalmas eszközök,
de ezzel nem mindenki ért egyet, hogy így kell használni. Az lenne a jó, ha nem így kéne, mondták ők. Na most, mint említettem, a System 5 init futási szintekben gondolkozik, a futási szint, még egyszer mondom, semmi egyéb, mint szoftvergyűjtemény. És a valós probléma egyébként pontosan ez, a szoftvergyűjtemény. Nincs rá igazán jó eszköz például, hogy ennél a 0-tól 6-ig ugye már ez összesen 7, meg az S betűvel jelölt ez összesen 8 futási szint fölötti szoftvercsoportokat hozzak létre. Egyébként technikailag van, mert még ha valakit nagyon izgat a dolog, akkor A, B és C nevű futási szintek is léteznek, de kifújt. Gyakorlatilag ezzel azt lehet mondani, hogy körülbelül 10 féle szoftvercsoportosítást lehet csinálni. És ugyan általában úgy szokták, hogy egyre több szoftver fut, de elvileg semmi akadály az egymástól disjunkt, totálisan független csoportok létrehozására, csak kicsit sokat kell sakkozni, mire beállítja az ember. De akkor még mindig ott állunk, hogy sajnos nem lehet tetszőleges kombinációt létrehozni. Marad az, hogy én azt mondom, hogy hát a hármas szinten ezek futnak, de nekem mégiscsak szükségem van arra is, hát akkor elindítom kézzel azt, aki egyébként erre a környezetre nincsen betervezve. Eredménye, ha én csak annyit kérdezek le, hogy milyen környezetben vagyok, hármas, akkor ez nyilván nem fut, lesz a hibás végkövetkeztetés. Ha meg azt kérdezem, hogy mi fut, akkor meg minek az egész szoftvercsoportosítás. Ráadásul ez tovább bonyolítja az, hogy az összes futási szintet még csak nem is lehet használni, mert nullás futási szintként általában a halt mechanizmust érjük el. Azaz van eszköz, úgy hívják, hogy telinit, amivel futási szintet lehet váltani, egyébként az inittel is lehet. Telinit 5, ezzel azt mondom, hogy én most 5-ös szintre akarok váltani. Nem annyira hagyományosan, de mondhatom azt is, hogy init 5. És tulajdonképp ugyanazt érem el. Amiben eddig voltam, azt elhagyom és váltok a másik környezetre. Na most, amikor azt mondom, hogy init 0 vagy telinit 0, akkor ez ekvivalens az, hogy csata minusz h vagy alt. Tehát ugye akkor a 10 futási szintből egyet már megspóroltunk. Ezt már nem használhatom másra. Ott a 6-os futási szint. Hál' Istennek ez egyelőre buttal. Még egy szint, amit nem használható. Valamilyen nem megmagyarázható okból kifolyólag például a 4-es szintet a legtöbb rendszerben nem definiálják, hogy mit akar. Még egy olyan szoftverkomponens, amit nem használunk. Ennek ugye pozitív, hogy ezt legalább lehet ne használni a saját igényekre, ha akarnám. De általában gyárilag a rendszer úgy jön elő, hogy az 1-es szint be van konfigurálva a single user módra, a 2-es esetleg a 3-as szint be van konfigurálva a normál, ám de nem grafikus, és tipikusan az 5-ös szint az a normál plusz grafikus felület szoftver környezetének elindítására. Nyilván szerver esetén a grafikus környezet, az 5-ös szín, az ugye a kevéssé kritikus. De baromi kényelmetlen itt a váltogatás és az egyes komponensek finom hangolása. Na most, a használatban, mint mondtam, ugye különböző futtatószkriptek játszanak szerepet. Ez meglehetősen érdekes és nem teljesen egységes módon a következő képen néz ki. Van egy per etc per init.d nevű könyvtár. Ebben parancsfájlok, shell scriptek vannak. Ezek azok a parancsfájlok, amivel az egyes szoftver komponensek indíthatók, leállíthatók. Tipikusan 4, 5, 6 féle paramétert fogadnak el, jellemzően start-stop, esetleg restart, ami ugye egy stop és egy start, esetleg egy reload, ami azt jelenti, hogy olvassa be újra a konfigurációját, esetleg egy státusz, ami visszaadja, hogy most fut ez az alkalmazás, vagy nem. Más kérdés, hogy például pont a státusz megvalósítás nem tökéletes módon zajlik. Az egyik módszer, hogy lekérdezzük a futó alkalmazások listáját, a process listát, ps parancs.
és abból különböző ilyen shell-be használt eszközökkel, greppel, szeddel, ókkal, ezzel, azzal, amazzal kibányásszuk a minket érintő alkalmazást, de például nem lehet tudni, hogy attól, mert az alkalmazást úgy hívják, hogy cron, attól ez az alkalmazás az, akire én gondolok. Másik lehetőség, az alkalmazás indításakor létrehoz egy tipikusan alkalmazás neve.pid nevű fájt, amiben az ő process azonosítóját, az ő egyedi azonosítóját tárolja. Akkor megnézzük, hogy van-e ilyen PID fáj, és ha van, akkor a benne levő process létezik-e, és ha létezik, akkor még netán azt is ellenőrizzük, hogy a neve az-e, ami engem érdekel. A probléma, hogy ez mind nem garantálja, hogy ez pontosan az, akire én gondolok. Sajnos hibás helyzetben minden további nélkül lehet, hogy a valódi cron megdöglött, és valakinek sikerül egy másik alkalmazást indítani úgy, itt a sikerül a lényege, hogy megkapja ugyanazt a process azonosítót, mint ami a megdöglötté volt, és ne adj Úristen, még arra is ügyel, hogy és pont ugyanúgy hívják, tehát ő a process listában is azon a néven legyen látható. Teljesen mást csinál nyilvánvaló módon, de ugye én ezzel a három ellenőrzéssel boldogan abban a tudatban vagyok. Igen, az én alkalmazásom fut, és azt csinálja, amit akarok, holott nem. Felvették még egy problémát, amiben kéne számolni, hogy ugye ez a hiba csak akkor fog kiütközni, hogy a szép lefutott, és viszlát van, akkor a tehal egy processze vonatot fogva, a szép nem fogom észre. Pontosan, pontosan. Azt is, vagy végtelen ciklusra csinálni, csak az nem tud célszerűbb, akkor pörögök össze-vissza, mint a gondol. Vagy valami figyelmeztető és monitorozó eszköz. Így van, pontosan. Hát főleg, ha azt akarjuk, hogy jó legyen. Igen, pontosan. Na, szóval vannak problémák a dologgal. Na, a lényeg az, hogy tehát az indításhoz, mint említettem, ezeket a ETC init-D-ben levő szkripteket szokták használni, de hogy a dolog egy kicsit trükkösebb legyen, igazából vannak segédkönyvtárak. Ez az, amiknek egyébként mondtam, nem teljesen egységes az elnevezése. Van, aki az ETC alá rakja, RC futási szint.d néven, van, aki az ETC per RC alá rakja, ETC per RC futási szint.d néven, és valószínűleg lehet még találni egyéb konvenciókat. A lényeg az, hogy ez ilyen RC akármi D, azaz akármi futási szinthez tartozó szoftverek gyűjteménye. Tehát ugye az init.d-ben ott van az összesnek a futtató szkriptje. Na de az, hogy mit kell az ötösön futtatni, azt meg úgy oldom meg, hogy az RC.5-ben, pontosabban az RC5.d-ben található dolgokat fogja indítani. Na most mit csinálnak? Simlinket csinálnak. Maga a valódi script ott van az ETC init-d-ben, és az egyes RCD könyvtárakban meg simlink van, ami hivatkozik erre a bizonyos init-d-beline. Ezek a simlinkek azok, akinek viszont már a neve ezt a bizonyos számsorrendbeli konvenciót tartalmazza. Ezzel biztosítva, ugye, hogy egy viszonylag egyszerű módon azt mondom, hogy itt vannak, akik ezen a szinten kell, hogy fussanak, és ugye ránézésre meg lehet mondani az ő indítási sorrendjüket. Na most, ezek a futási szkriptek természetesen önmagukban is használhatók, tipikusan, ugye, ameddig nincs valódi, rendes, jól vagy közel jól működő monitorozás, addig tényleg az szokott lenni, hogy amikor jön a telefon, hogy de hát nem elérhető, és fölébred a rendszergazda, itt tudom én a Facebookból, akkor, ja bocsánat, per etc, per init.d, per cron, start. Hú, készen vagyunk, újraindítottuk. Teljesen jó működik, kivéve, hogy mi van, hogyha engem fél óráig ne értesítenek, mert nem veszi észre senki. Akkor persze lehet az, hogy kit érdekel, akkor ugye nem érdekes, hogy fusson az alkalmazás. De mi van, ha azért nem érdekel, mert egyéb technikai nehézségek vannak. Teszem azt,
aki még ilyet nem látott, az fiatal. A rendszergazdának vannak kitüntetett hálózati kapcsolatai, ami él és virul, szegény földi halandóké viszont elhalálozott. Nekem megy a net, tehát engem ugye nem érint semmi probléma. De nem tudnak értesíteni, mert az övék viszont megdöglött. Tehát azért vannak helyzetek, amikor nem teljesen tökéletes ez a én megnyomom egy gombot, és azért egy kalapács fejbe veri a rendszergazdát típusú értesítések. Úgyhogy az igazság az, hogy maga a hagyományos init megvalósítás, mint ugye látható, nem bonyolult. Van egy initop file, van néhány shell script, a shell scriptekhez megfelelő helyen simlinkeket kell létrehozni, és ezeket a shell scripteket kell start-stop paraméterrel, vagy restarttal, reloaddal indítgatni, és hű, de nagyon készen vagyok. De azért vannak olyan hiányosságok, ami miatt, hát vannak, akik úgy érzik, hogy lehetne ezt javítani. Na most, azt említettem, hogy túl azon, hogy vannak létező, mai napig élő, aktív, támogatott terjesztések, amelyekben még ezt a System File Init-et használják. Említettem, hogy azért is meg kell tanulni, mert az egyéb alternatívák építenek a System File Init bizonyos strukturális felépítésére, megvalósítására. Hogy világos legyen, kismillió olyan szoftver van, ami valami, kicsit csúnyán fogalmazva, nem Linuxos fejlesztés, hanem Linuxtól teljesen független fejleszti valami fejlesztőgárda, ők hagyományosan fognak neked adni ilyen úgynevezett init scriptet, aminek segítségével te majd indítani, leállítani tudod többé-kevésbé szabályos módon az eszközödet. És nem adnak megfelelő környezetet az alternatív init eszközökhöz. Tehát ennek köszönhetően ma sajnos az a gyakorlati tapasztalat, hogy még azokban a terjesztésekben, amelyek egyébként System File Initről fájtottak, tök mindegy, hogy most Upstartra vagy System D-re, itt-ott az init, meg init scriptek, meg RC könyvtár struktúra azért még itt-ott-amott fölüti a fejét is megtalálható. Erre csak úgy az érdekesség kedvéért ide raktam egy példát. Mint említettem, az Ubuntu társaság fejlesztői döntöttek úgy, hogy a System File Init helyett nekünk Upstart kell, és innentől kezdve Ubuntu-ban Upstart van. Ennek ellenére ltc-per init.d-ben például az umount.nfs.sh az egy ilyen klasszikus, tökéletes System File-os init script, és tényleg az, csak éppen ő az Upstartot speciális módon használja, és majd ezt a egyébként init scriptet is felhasználja arra a funkcióra, hogy elindítson egy valamilyen konkrét szolgáltatást. Jelenleg éppen ezt. Nevéből adódóan persze ki lehet találni, hogy ez éppen valamit lecsatol, és ezt nem annyira indításkor, mint leállításkor fogja csinálni, de a lényegtelen. Úgyhogy leginkább azért, mert Upstartot és SystemD-t használó környezetben is vannak nyomai és maradványai a System File Initnek, ezért kellett róla tudni. Az meg a másik, ugye, hogyha pekked van, akkor pont olyan disztribúcióval találkozol, hogy olyat kell majd menedzselned, amiben még per pillanat ezt használja. Én személy szerint egyébként örülnék, ha ilyen lenne, mert az egy tiszta, jó használható eszköz, a hibáival együtt is. Az elmúlt 30 évben elég jól kiismertük már a hibáit, és elég jó eszközök vannak a hibák kiküszöbölésére. Ennek ellenére, mint mondtam, hogy a világ nem állt meg. Na most, viszont ránéztem az órámra, és úgy gondolom, hogy itt az ideje egy újabb szünetnek. Mielőtt mindenki elrohan, a folytatásra egy aláírni való van itt mindenki, vagy legalábbis sok mindenki számára.